Na csácsú, mi csörtész, de szavaztok, gyerekek, képer jelentkezik az első nyílt napon a Dabas sorozattal. Itt van velünk MG Krisztián, Lőrinc, S. Roli és Isti. Szavaztok! Na, aratnunk kellene, a kombány már kim van a réten. Nem a réten. Aratunk? Kéne egy ifas és egy kombájnos és egy ballázó. Aki amivel akar. Na, csapjuk neki, gyerekek, akkor. Pattannak is. Én meg mit csinál? Én megyek a izébe, hallod? Homlokrakodóval. Lőrinc, elhagyta a szervet. Jaj, ne várjatok. Most akkor ezt lejjebb állítom egy szotta. Már csak azért, mert hogy ne az legyen, hogy kibe lépked mindenki, és más nem csinálunk, csak szinkronizálunk. Kerekek! Hova tüntetek? Va, hányan vagyunk. Ne szórakozzál. Most ez miért ment el, miért tűnt el mindenki? Ne, ficceljetek, srácok, hát a őrület van itt. Egyébként valószínűleg, hogy dedikált szerverre kell rakni a dolgot, mert van baj. Na, végre valami van, visszatértek. Megkérdezem. Bedobott? Csá, na, menjünk aratni. Aratunk, aha. Remélem, hogy nem nálam van a probléma, amiért ledobja az embereket. Mi a fasz keres itt valaki? Ne szórakozzál, hallod, itt ül, bazza, mit csináltál, ember? Ez most valami vicc. Hallod, itt üldögél valaki el. Várj, ki kell nyitni az ablakot, vagy valami. Oha! Ja, hogy ilyen van? Nézem, nincs más lehetőség. Te, testvérem! Mi a fasz csinálsz itt? Beült az ölembe, jó? Csapjuk neki. Ledobott az előbb a szerver, azt írja Lőrinc. Ez az, hogy ide beült valaki. Mi a tempomat? Elfelejtettem, gyerekek. Figyeljünk, gyerekek, ezerre. Valaki már nyomja a kombájna? Senki? Majdnem átfértünk. MG Krisztiánt elhoztam, hát ez nagyon vicces volt. Tudjátok egyébként, miért szeretek multiba csapatni? Kevesebbet kell dolgoznom, ne vicceljetek. Ezt a gépet, ezt akarom kezelni. Valaki lehozza a balázót és a csettegőt? Azt megkérdeztem tőlük.
Na, gyerekek. Jó van, talán jönnek a többiek. Gyárékék, gyárték, hát kéne dolgozni. Hányan vagyunk egyébként a szerven? Ó, csak hárman. Mi meg már egyből kiadok minden munkát mindenkinek, mi? Egyáltalán tudják, hogy hol vagyunk, vagy micsoda, mi? Ashroll-i Rőrinc jönnek, csak mind a kettő más irányba. Figyeljük őket a radaron, a melósok. Ki lesztek rúgva gyerekek, hogyha nem vettek ügyesek. Mi az elején nem tudtak csatlakozni páran, aztán utána meg csak így bepotyogtak. Talán most már fasza lesz. És egyébként más is indít ilyen keeper-ös szervert, ne lepődjetek meg trollkodik. Akkor az nem én vagyok, nem tudom, hogy lehetne ezt megkülönböztetni, elég nehéz egyébként, de hát ez van. Nagyon szép az a traktor egyébként, nagyon élem. Ó, a csettegővel jön valaki, jó van. Jaj. Állj meg, ezt le kell halkítanom, ez őrület hangja van ám. Ne haragudjatok, de ennek a csettegő, most ezt mindenképpen, mert ez halál. Halálos hangja van. Megjött Lőrinc a csettegővel. Esroli. Lehet, hogy lehozom én meg a bálázót. Ó, nagyon faszak. De milyen hang? Hozom a izét. Nem tézét. Hozom. Ezek meg az a baj, ahhoz képest semmi hangja nincs. Jó, a MB tisztán is sikerült, hogy csatlakozni. Az ő mondta, hogy szeretne már előtte. Valamint a FB-n, Facebookon. Gyerekek, ennek meg semmi hangja, tudom, ne haragudjál. De az a csettegő, az egy őrület. Egyik valami mindenfele. Furcsa itt játszani egyébként. Nagyon fura. De jó, megy a munka. Nagyon imádom. Igen, valósághűen akarnak játszani, ismerik a tavasorozatot. Ugyan ugratni se szabadna, de hát jó van egyefene. Jó van. Ha valaki akar, bálászhatam. Csettegő egy hengeres dízel szívódivel. Nagy gyereki. Hogy nem tudom mi azt, valamire imádom. Aha, léci. Lőrinc kérdezte bálázzon-e? Hát hogyne? Tök jó sár van ezen a mapon egyébként, ez nagyon nélem, szeretem. Lőrinc egy kicsit magol, mindjárt magára tolat. Füzi Józsi, Füzi Józsi! Hol van ilyen korcsó? Füzi Józsi, Füzi Józsi! Nagy a ping valamiért. Tehát, hogy előfordult. Ezért nem akartam live-olni. Szóval éppen internetje azért. Gyerekek. Gyerekek, megy a munka, ezt szeretjük. Ezt imádom, na. Jó, miért álltunk meg? Én pallát fogok hordani, valaki. Így egyből kikapom gyerekek a izet a pallát. Hát hozom is. Hozom is, viszem is.
Az a jó sok kör neki, mi? Lőrinc. Lőrinc barát. Höhöj, üretcsé barátom, úristen. Jaj, betoltok egy kicsit ide. Megy a munka, gyerekek, így már mindjárt jobb, mint egy erőtér. Sanyi. Ez az. Junior meg álmodik azt a egy kütyöget. Jaj, ne! És mindenkit lerobott a szer. Ez az dedikált szerver kell, gyerekek, mert így egy megőrültök itt, hogy nem tudtok följönni normálisan. Most megint egyedül maradtam. Ne! Nem akarom, gyerekek, azt. Ne! Hallod, ez nagyon nem lesz jó. Na, kapcsolódik, csak az a baj, hogy megint szinkronizálunk. Magyar gazda. Látod? Ez nem tudom miért van. Ez egy dedikált szervert fogok újítani, gyerekek. Legközelebb már az lesz, nem kell aggódni, ne haragudjatok. Legközelebb dedikált szerver lesz. Na. Gyerekek. Jó, most van ma. Na, mindig. Hű, az a falusi lehet. Nekem is amúgy, ne aggódj. Bazze. Szerintem lehet, hogy... Mert gyanús, hogy mindenkit egyszerre szomort le, úgyhogy valószínűleg nálam van a baj. Nyomunk izét. Dedikáltat aztán. Jó, lesz ez nekünk, gyerekek. Na, ez meg akadjál le róla minden. Hoppa, hoppa. Ez komolyan nem dől el öbre? Ezt aztán miért? Jó, egy megvan. Jó, nekik is szarnetjük van. Jó van, akkor legalább nem csak én égek. Hál' Isten. Jó, megvárjuk. Nézzük, figyeljük, figyelemmel kísérjük a dolgokat. Nagyon, így meg olyan hang, tudom, az összes traktor hangja, hogy ez őrület. Nagyon fura itt játszani egyébként ezen a mapon. Sokat gondolkoztam rajta, hogy melyiken játszunk. Mondom, az egy egész kellemes mapnak tűnik. Meg ugyanezekkel az autentikus gépekkel. Ott van a távolban már egy balla. Elugrok érte, jó? Bazza, rendesen megrugad a gép, hallod? Kell egy jó kultivátor is, azt hiszem azt nem... Nem vettem. Jaj, de jó, itt egy bal. Közben megy a forgalom. Hey, Laci, álljál meg, ne szórakozzon. Jaj, valaki a csettegő. Úristen! Megurul a bál a bember! Kösd le! Úgy van, lekötötte, jó van, ügyes volt. Azt hittem, hogy azzal csettegni akar, de nem. Esroli meggondolta magát. Ja, nem kötötte le. Meg is megijedtél, hogy legurul a bál, mi aztán izé lesz. Ki lesz rúgva. Ugye visszalöktetlen. Le lehet kötni egyébként ezt. De arra jó az a csettegő, ilyen áruszállító alkalmatosságnak. Úgy mást... Hoppa, hoppa. Mást nagyon nem lehet vele szállítani. Hát ez... Barátaim az úrban nem jó raktam oda az elsőt. Az a gond, hogy ez az oldal, ami van neki, az igazából semmire nem jó.
Yard lehet rajt húzni, látod? Nem a legfaszabb. Na, most kiszáll, megnézem, le tudom kötni. Hopp, hülye vagy keeper. Hülye vagy keeper. Mivel köti le? R. Úton ilyen hülye, hogy nem tudtam mi. Te jó megy a munka, milyen jó nem egy erőkkel dolgoznom. Hát ez halleluja. De egyébként van egy csomó lóvinkám. Ha végzünk, akkor veszünk valami nagyobbat, egy rábát, vagy pedig egy kirót. Ezt azzal lesz a tárcsál lesz szerintem. De csöndbe vagytok. Írok neki. Csöndbe vagytok. Szegények, nem tudtok beszélni, nincs TS. Persze, hogy csöndbe vagynak. Esroli különben már nagyon-nagyon régóta játszik velem. Még a... No, még nagyon jó munkahoz csöndbe kell lenni. Hangos a traktor, mi? Lőrinc. Lőrinc egyébként te ki vagy? Majd írjál már izé alá. A... videó alá, hogy kivel volt szerencsém játszani együtt. Oké, most Roli, hogyha van kedved, közd le. Hát király vagy, figyeld, már érti, fészavakbú. Nagyon cool. Nagyon cool. Gyere csettegővel, Roli. És Roli, hozd a csettegőt. Na. Ha már hum vagy. Mész össze-vissza. Figyelj, tabol. Tabol, elolvas, nem, már mindegy. Jó, már izé, üríteni kell. Mi látom? Persze, hogy lehet videóra menni, miért ne lehetne? Ha valaki esetleg videóra veszi, ki is rakom a csatornáját linkre. Linkbe, vagyis a videó. Kirakom a videót linkbe, hogyha te is feltöltöd. Ez alá a videó alá, hogyha gondolod. Ezt így mondom is, nem csak írom, mert lehet, hogy nem nagyon egyik érthető van. Kirakom, ez alá... videó alá, megnézhetik a te, izé... szűnszügedből is. Ez nem tudom, hogy ez nem lesz magas. Gyerekek, ez sem viszi, mi? Fazer, egy pótkocsit kellett volna utána csapatni. Hárpát már vigyem? Húha! Nem tudom. Tarolóban szerintem van annyi pénzük, mint a pejjével gyerekek, nem kell most. Értek, ez most ilyenkor leköti a felsőt is? De hátra még jöhetne, aha. Ó, de nagyon jó, király. Még jöhet. Falusinet. Hashtag falusinet. Írja, hogy 10 perces videó 96 óra tölt fel. Nem kell nekem mondani, én is ilyen izé vagyok. Szarnettel csapom. Kíváncsi vagyok, menj, azon a csettegőre gyerekek játszunk olyat, hogy minél többet felpróbálunk dobni, jó? Jó lenne, csettegő közelebb lenne, de hát mindegy, el vagyok vele.
Ez a traktor, ez meg viszont epikus ez az Urus. Hát újjára megpróbálok megdobni. És oda kötöm. Ugye az lenne jó, hogyha valaki lenne ilyenkor, és akkor egyből oda kötni. És tudom, filózok, hogy ezt leszállok. És akkor meg tudom megkötni így. Ja. Hm? Nem sikerült. Az lenne jó, hogyha meg lehetne így kötni. Az már túl sok, mi? Lehet, hogy azért nem tetszik neki, mert... Takar! Az lenne jó, valakit ide jönne azt megkötni. Tökéletes a ping, jó van gyerekek, örülök neki. Ide megpróbálom felhelyezni. Az a baj, ez nem tudom, olyan kicsi ez az Urus. Egyszerűen nem tudod jobban idejönni. Nem tudod jobban előre dönteni ezt a szart. És ez emiatt ilyen hülyén áll. Na megpróbálom oda felrakni és akkor úgy kötni. Fogadom és akkor meg újra kötöm. Ezt így. Ha, nem. Nem, az nem jó szerintem így. Szar! Nem jó. Nem megyek vele, azt hozok szerintem még egy időt. Lerakom a vállákat, azt hozok még egy. Gyerekek, belső nézet. Hozok egy pótkocsit is, hallod, utána kötök. De egyébként ez sasit, hallod? Nagyon retro. A spaniferek azok furák egyébként. Ilyen láncot szokták összeakasztani, az csá. Vagy kötéle. De úgy nem rossz. Nem hiszem, itt az... Neki vagyok dől a vállának, hallod, itt van. Jó lesz ez. 11 literes tankúja van ott, ami van ott előre, az a kis kanna. Király. Na, ez mind az őrület. Hova kell vinni? Fú, fogalma sincs, hova van a tárolom, az. Itt volt ezelőtt a izé. Feri elakadt a zsárba. Emelte az elejét, de most utálnak adok egy pótot, az biztos. Nem komoly ez. Ilyen izé, régen voltak ezek a felénk ilyen Pannonia motorosok. Ami úgy volt a pipafogó, össze volt fordítva, erre tudjátok, két leömlő is volt. Össze volt fordítva egy ilyen kis pici dobba, az olyan hangja volt, hallod. Meghalsz, várjátok, erre menjünk-e. Hát itt a Roli-e. Nem tudja hova küldni szerintem. Hát térképen nincsen valami information erről. Roland. Mi szórakoz? Farm Shiloh, ott van a F4 alatt van a Farm Shiloh. F4 alatt van a Shiloh, Roli, nézd meg a térképen, Moré. Ne szórak a talált fő magad. Végeztem, hova menjek? Mivel? Arattál te, ugye? Pottot elvihetem? Jaj, ne, azt ne! Az ne, please! Az nekem köl! Ezt be lehet fordani.
hettegővel. Hogy nehogy azért jól érezzék magukat. De izével. Aztán ez a... Ja nem. Rosszul emlékeztem? Az a... Úgy emlékeztem, hogy ezt tudja azért. De tud. Hohó. Oda viszem szerintem. Csettegőt. Király. Ki lehet nézni a izék vasak között. Ezt azért megrakjuk balába ezt a sok izét, fótot, mindent. Kíváncsi vagyok, hogy húzza az egy hengeres. MG Krisztián, húhú, szavasz! Hát én megyek hülye oldalon, jó. De jó hangja van annak a klassznak, mi? Hallatok be valamit? Lehet, hogy nem. Ilyen húúúú, az a nagyon mély. Ezért kéne még egy-két portkocsi azután, mi? Gyerekek, figyeljetek, az a jó üzemanyagot, azt ez eddig még nem evett egy litert se. Ez olyan, mint a izébe, a Dumbis Dumberbe az a moci. Közé, hogy jöttetek segíteni, írtam a srácoknak. Fasza. Később ugye majd nagyobb slotos szerver lesz, csak hát egyelőre most még annyira munka sincsen. Oké. Gyerekek. Valaki jöhet akkor a csettegőbe. Ha MG Krisztián, jó van. Lekötöm mindig. A katonám, Krisztián. Nyugodtan. Hű, basz, megkapottam! Ajaj. Ő ízével kormányja van, lehet, hogy nem örül neki, hogy én most ezt rabiztam. Jó, lehet, hogy ez sok lesz neki. Vegyem, ekkora köcsög vagyok, mi? Négy szíves szerintem. Kormánya van azért ám. Mondta előre, hogy jó lenne, ha valami teherautóval külön lenne. Mert... Kormánya van, aztán az ilyen hacicáré munkákat nem nagyon szereti azzal csinálni. Krisztán! És én meg az előbb Krisztián mondtam, fogadok. Ugye? Biztos vagyok benne, amilyen hülye vagyok. Meg rossz neveket mondok. Itten még. Lőrinc meg nyomja időt a balladást. Jó kis Hestonnal meg 82-es kiskabinos. Vagy 80-as? 82-es ugye? Fateramnak a gépe olyan volt. Az nem jó van, ám leködve tisztán. Felget berugok. Hova nincs leködve az? Szerintem csak árva húzva balán. Ezt én szeretem csinálni. Kösd le! Kösd le! Hoppa. Kötötted volna, de volna. Na, hogy mi? Na, faszra lekötötte. Jó, erre föl kéne halmozni egy csomót. Az lenne jó. Ha... Jó, jön bele, oké. Okay. Te milyen hangja van, ember? Nem tudom, hallottok-e egyáltalán ettől ilyenkor.
Aha! Az egyik nem volt lekörve, mondta az ember. Nem ment borér. Most közd le, most. Úgy, akkor kell lekötni, amikor már nincs a villán. Ezt mondta, kigurult a vála, persze. Közd le! Persze, le kell kötni akkor. Csak ez egy kicsit hülyeség volt, amit most itt csináltam. Bocs, ez az én hibám volt. Ezt ide felrakom. Közd le gyorsan, közd le gyorsan! Ez az! Király! Hát így kell megbrakni a izét a kocsit. Keresztbe hosszába az. Hülye. Jó, pótra is dobok. Mifelől mit csináljak? Hát nem tudom. Stroli, nem tudom mit csinál, mit kéne vele. Ez jobb, mert oldalra le lehet húzni, jól működik. Húha, nem tudom. Veszek rábát és tárcsát. Elhozod? Rámart meg tárcsát veszünk, azt elhozza. Igen. Gyorsan ezt megveszem, jó? Van rábas tigerünk? Azt hiszem, hogy van rábas tigerünk. 250-es szépséges. Hogy ne. Motorbeállítás. Rába 300-as motorra? Rábával elég. Kerékbeállítás. Sima. Nem kell tartás, szerszámos talán, nem kell, nincs kiegészítés, vásárlás. Oké, és akkor veszek egy nagy IH-t is. Aztán akkor ezzel így el leszünk szerintem. Kultivátorok, hol vagytok? Kultivátorok! Szénaforgató, az hülye gyerek. Nem tudod, hogy mire veszélsz. Talajlazítok. Egy nagy IH-val aztán akkor lehet itt dolgozni, gyerekek. Oké. Esról, hogy hozhatod a izét, a tárcsát, meg a... Azt nem tudom, hogy le lehet-e kötni abban a porköcsön egyébként. Ez elég jó, stabil is. Jól fogja. Az jó, mert ugye be tudod akasztani izébe, oldalba. Jó, mutatom. Így, beakasztod és akkor le tudod vele húzni. Hogyni. Hogy. A sárba rúg rendesen a gép meg ilyenkor is. Király vagy, Krisztián. Óvatosan, mert emennek a bálák borért. Azért ez most így jó. Ez így jó, mert jó megy a meló, nem? Most az a célom, megvan... Hú, erre az oldalára kéne raknom, figyelj, ide beférne mellé, nem? Hogy oda még kéne egyet, és akkor ide mellé még szerintem lehet oda fajkolni. Gyerekek, milyen sár van itt ebben a földön? Nagy a talajvíz. Belvíz van. Nem olyan rossz, mint ahogy állítottátok. Jó, egyébként a videóban rájátszottunk, hogy olyan... De rosszul raktam oda. Na mindegy, az jó lesz ott még egy mellé. Igen, az csak szerepjáték volt, igen. Eljátszottuk, Fanyül Feri direkt úgy csinálta, hogy nagyon lassan akart menni vele. De különben megy, mind az őrült, ez nagyon durva. Hangos nagyon, az nem... Jaj! Ez nem kicsit hangos egyébként. Azzal nagyon fajba voltunk. Figyelj, MG Krisztián, beült már megint ide az idejére. Rá a térdecskémre. Azt próbál... Aha, jó, ez jó úgy. Egyre följebb. Az a baj, olyan alacsony az a traktorem. Ez a max emelési magasság, így. És hogyha így meghúzom, talán... Rá esik oda. Az igen. Főnök meg ne tudja, hogy itt a...
Lol. Nem tudom, le lehet-e kötni azon a portkocsit? Lehet, hogy nem egyébként. De lehet, hogy traktorból le lehet. Jegybe. Az, akkora sár van, alig akar remenni a gép. Rúg össze-vissza. Az egy nagyon durva sár van ezen a földön. Ebbe, erre az oldalra akartam. Ezen a porkocsin le lehet kötni? Meg kéne. Ezt se lehet kötni. Kakiból sem. Ó, oh, magasító baszod. Magasító van, úgy. Akkor nem rakunk rá többet, mert ez bajos lesz. Esroli meg már nyomja a tárcsát a strábával, megnézzük gyerekek. Telepre. Király gyerekek, megy a meló. Végre valami van. Pörgünk, mint a trágyaszóró. De minek van ilyen hangja? Pazze. Az a csettegőt gyerekek, ez egy szörnyű. Nem hallok semmit tőle soha. Összekapom ezeket meg egy helyre. Húha. Ez a középen ez a sárkupac. Ez a hely, ez nagyon szörnyű. Ezzel a földön fégezni kéne szerintem ebbe a részbe. Jó lenne, hogyha okoznánk valamit. Összerakom ide a bálákat, és akkor azt csináljuk, hogy ide jön a csettegő, a gyors földobó következő karikát ma. Ezt fogjuk meg... Jajjaj, bocs, bocs, Roli! Jajj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 
Kiviszem minden ezeket a balacskákat. Bocs! Én voltam a hülye, hogy ilyen. Kitaláltam. Jó, majd ezt megoldod. Utána. Kipör már megint a legbénább az egész bandába, mi? Jó, ha valaki akar, akkor rakodhat ezzel ám egyébként. Nincs több? Körülnézek. Nincs, jól van. Oké, majd egy vetőt is kellene vennem, szerintem. Lehet, hogy veszek is egy vetőt. Hol van a vetők? Nem tudom, hogy Heston. Ja, nem Heston, hanem mi az a vető? Jaltát, nem tudom, tudtunk-e venni ez alatt. A Jalta, ugye neve? Vetőgépek? Milyen autentikus vetőnk van? Ezzel megőrül az ember, aki csinálja. Ezzel megőrül, hallod? Ezt tudod mi? Maga a halál. Maga a halál. Telepen lesz. Visszaugratom neki, és akkor el tudja hozni. Valaki bringászotta is, ha akar. Na mindjárt, nem kell most egyelőre. Nem szántunk.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Minden, ó, nagyon fottó működik. Nagyon örülök, amikor nem trollok meg őrültek. Próbálják felvenni a játék ritmusát. Odébb állok, mert Roli megint itt jön a nagy gép, aztán szép Tibor. Talán visszajön a csettegővel. Milyen izé, milyen buzdudája van ennek a gépnek. Nézzük meg a térképen, hogy csettegővel hol tartanak, vagy ki hol tart. És MG Krisztián az mindjárt itt van. Hol vagy van? Ó, úristen. Ifával jött, de miért? Azzal nem tudunk bátorodni. Nem lehet bálátam. Most ez halál komoly, az nem. Ne fog esti róla. Viccet félretéve, figyelj meg. Ugye ez ilyen... Az ilyen. Hogy? Ja, le kell volna ragni a csettegőről. Ja, akkor elmegyek. Elmegyek. Ja, ott egy bála még, jó. Egyébként ennek a egy henger kihagyni jó. Ilyen hangja van ilyen. Nem kap elég naftát. Ó, oh, Lőrinc már hozza a vetőt, nagyon király. Milyen rendes, hogy félre megy. Próbálnék durálni. De, ja, van duda, csak olyan halk, hogy egy szőrület. Majd kövi részben elrészkedhetünk is, hogyha gondoljátok. Roli elhagyt a szemet. Ez nagyon szarul megy a traktor. Ilyen... Fú, de hülye hangja van. Ugye csettegőről le tudtad volna szedni, hogyha megnézed a videót, ahogy én. Ja. Ja, hát csak a izéről... Aha. Csettegőről lehet leborítani, a izéről nem. De várja, nem tud borítani, de akkor simán felje. Hagyja, nézzük meg a keeper, hadd nézze meg. Az ír kapja az elejét rendesen a verde. Levegőben van a izé. Nem fordul, mert csettek. Így lerakodok én. Basz, de hallod, ez egy kerékre áll. Két kerékre. Rott ilyet. Így is le. De most őszintén, menjél ma... Az a rohadt bálának pont elém kell.
Na jó van. Gyere, Krisztián vissza az idejével. Azzal. Na már, odalom vissza, jó. Megyek én ezzel. Rémálom ma. Jó, hogy majd összepakoljuk. Ember? Milyen ember? Nem vettem vetőgép. Ezt még Zsolt nem jól csinálta meg szerintem. Hallod, ez olyan hosszú füstcsöket húz, figyeld! Isten! Nem bete vetőgép. Áramlott. Elek nem jól csinálta meg. Bazzá, ez a csöttegő csak a közeledben ne legyen, mert meghalsz. Nem hallok semmit! Szerintem nem jó az a vetőgép amúgy. Mint hogyha lett volna róla szó, de nem hallok semmit a csettegőtől! Esküve az, az úgy ordít, meghalsz. Meg ekkora sár van ezen a mapon, nem tudom mi az a gani. Hülye. Kipör mindig, akkor ember, amikor kapkodok, akkor mindig ez van. Nem tudom miért kapkodok. Finom leszek és nőies. Hogy mindenki így zörög ezekkel a gépekkel? Én voltam a hibás, nem te. És Roli elhagyta a szerve. Rolinak szerintem hasonló netje van, mint nekem. Most majdnem meghaltál, fölgyársaltalak. És bírem. Suli meg dagonyázik a sárba. De hogy néz ki az a gép? Jaj, másik oldal. Figyeljetek, most ezt a három bálát felrakom egy percen belül. Szerintetek benni fog? 1, 2, 3. Koncentrálok. Persze nem jó, nehogy, hallod, összecsipte a kettőt, persze, bazza. Béna hülye voltam, egyébként meg lett volna. Na kb. Most talán egy percnél járunk. Mindegy, nincs is jó. Ez az utolsó, ugye? Fölrakom a csettegőre, ezt a nagyjából végzünk is. Aztán szerintem akkor itt elvégeztünk ezen a földön. Vissza kéne vinni a gépeket a telepre. És akkor holnap valami más csinálni, vagyis következő részben. Oké. Okay. Na, akkor srácok.
Vigyük. Vissza. Oké. Oké. Megállt a gép. Bum. Oké. Jobb, el sem merem mondani. Hogy... Nem kötöttem le azt a hülye balat és azért esett le. Komolyan mondom, én már olyan szerencsétlen vagyok. Megjött es Roli, de jó. Nem hiszem el, amíg esről be szinkronizált, leesett a balra. Megőrülök. Csak el ne indulj Roli, mert megbarulok tőle akkor. Le kell kötni. Állj meg! Oké, mehetsz. Vigyázz, kocsi! Jaj, ne, megint a csettegő jön utána. Gyerekek, én levágom az utat, mert ez... Rő! Ne! Nem, ma mit csináltál? Hogyan esett le az a balla? Hogy esett le az a balla? Hogy került ide egy balla? Elviszem az villám, baze. Szrómot kapok. A Lőrinc úgy látom, valódi mezőgazdász. Csak nem vett a vetőgép a szegénynek. Szörnyű. Jaj, ezt akartam, hogy ki... Azt akarom, hogy kikerüljek a hatósugarából, meg a csettegőnek. Így jó, így nem hallani. Szörnyű hangja van. Következő részben szerintem nekiállunk, kicsit erdészkedünk. Úgy de szépen berakták, látjátok? Nem úgy, mint én. Szana szétraktam a bálákat, meg minden. Ó, de jó! Figyelj, a Heston még emlékeznek is rá, hogy ott szokott lenni. Tényleg. Kicsit összedobom. Nagyon. Ne nagyon szana széjjel legyen. Érdekes, még mindig PS-nek nevezi az emberek Magyarországon ugye a gazdálkodást, mezőgazdasági vállalkozásokat. Ez így belénk kivódott azért. Esroli, leboríthatod, ha akarod, de le is szerel neked, ha úgy szeretnéd. Ezt mindig szerettem csinálni, ezt a rakozgatást. Hú, de jó volt régen, amikor csináltuk a paraszt olimpiát, mi? Igen, egy kicsit meglódul ez a szekér. Tristan ide beült mellém, lol.
És az utolsó, és még akkor ezt a kettőt összekapom. Tök jó lehet bánni ezzel a villával, ezt nagyon szeretem. Izébe 15-ben még úgy volt, hogy ez mindig így... hogy nem akarsz leesni. Az a baj, lefele nem engedi fordítani az a gép. Ezt még összekapom. Egyszer valaki rájön idejében majd összedobhatja, gondolja. Dobjam össze én, mi? Ó, az a csettegőnek olyan hangja van, megőrülök. Egy még van ott. Na, srácok. Ez szerintem ennyi volt az első rész. Írjatok tippeket, meg véleményt. És Roli, szállj ki abból a retekből. Úristen. Haj, végre, végre, na. Köszi a segítséget. Fizetést az irodába árviát ideg. Fizetést a irodába árvertitek. Na, köszi még egyszer mindenkinek. Mondjon meg a fizetést. Jók legyetek, csácsumi csőtészta. Csááááá.